10 éve a legalacsonyabbra 7,9%-ra csökkent novemberben a munkanélküliségi ráta az euróövezetben, az Európai Unió statisztikai hivatala az Eurostat szerint. Az EU 28 tagállamában az októberi 6,7%-on tartotta magát novemberben is a munkanélküliségi ráta. Görögországban és Spanyolországban volt a legtöbb munkanélküli novemberben. A Cseh Köztársaságban volt a legkisebb a munkanélküliség, 1,9%-os. A rangsorban 3,7%-kal Málta és Magyarország osztozik a negyedik helyen. Az egy évvel korábbihoz képest minden uniós tagállamban csökkent a munkanélküliségi ráta, Észtország kivételével, ahol stagnált.